Így van, Horváth Ferenc már itt is el mellettem. Hát röviden, mi hiányzott a mai mérkőzésen? Mert a második félidőben mondhatnám, hogy egykapuzott a Győr, a beadások ültek, aztán minden helyzet fölé ment, és a játékosai, most gondolok itt Varga Rolandra, nem bírták a nyomást. Ön hogy látja? Hát nagyon röviden a gól hiányzott, azon kívül semmi. Mindent megtettek a játékosok, nem tudom elmarasztalni őket. Én büszke vagyok rájuk, mind a mellett ugye 3 pontunk van, azt is tudni kell, 2 olyan rangadót elvesztettünk, amit mind a 2 kézbe tartottunk. Ez pont ugyanannyit ér, mint hogyha egyet se tartottunk volna kézbe. Sajnálom nagyon a szurkolókat, akik kilátogattak, az viszont biztatásra adok ott, hogy megtettek mindent a játékosok azért, hogy más eredmény szülessen. De az előző fordulóban is lehetett látni mérkőzésen belül egy pici forma ingadozást. Ma is ugyanez benne volt a pakliban, hogy az első fél időben nagyon rosszkor jött a gól, és ez megváltoztatott mindent? Elmondanám, formaingadozásnak 2 jó csapat játszik, van, úgyhogy az egyik dominál jobban, van, úgyhogy a másik. Ilyen előfordul, ezt nem lehet kivédeni, nem lehet 90 percen keresztül dominálni. Ferencváros is egy jó csapat, bár megmondom őszintén, nagyon meglepett ez, hogy 5 védővel jöttek ide. Támadó foci volt meghirdetve, meg a Ferencváros is támadni akar. De ez nem így nézett ki, és ez nem is az én problémám, úgyhogy nem is akarok ebbe belemenni. Végül is, amiért jöttek, azt elvitték, úgyhogy. És hát várjuk ide a Ferencváros mesterét, Tomás Dolt. Schmidt Dimitri segít majd a fordításban. Uraim, gratulálok először is a győzelemhez. Horváth Ferenc, a Győr vezetőedző, azt mondta, hogy meglepte, hogy a Ferencváros 5 védővel állt föl. Ez volt az a pimasság, amit kitalált a Chelsea meccs után, és amit ugye azt mondta, hogy vár majd a csapatától a magyar bajnokságban? Das Problem ist ein bisschen, dass wir eine ganz kurze Vorbereitungszeit hatten und wir auch sehen, dass noch nicht alle auf einem Top Fitness Level sind. Igazából az volt a probléma, hogy nagyon rövid volt az előkészítési időnk, és láttuk, illetve látjuk, hogy nagyon sok játékos, illetve vannak még játékosok, akik még erőléti viszonylatban még nem a magas, vagy a legmagasabb szinten állnak. Wir haben bei Lombard Papa mit 4-4-2 Raute gespielt mit 2 Spitzen. Und wir haben gesehen, dass wir ein bisschen Probleme haben, ein bisschen Tempo-Fußball zu spielen. És a Lombard Pápánál játszottunk a 4-4-2-es felállásban, 2 ékkel elő, vagy 2 támadó játékkal játszottunk elő, és látok, egy kicsi problémát okozott nekünk, lendületet, illetve előre menő játékot játszottunk. Und in 2-3 Wochen wird das schon wieder ein bisschen anders aussehen, weil wir den einen oder anderen Spieler auch wieder in einen besseren Zustand, Fitnesszustand bringen, dann wird unser Spiel nach vorne auch besser aussehen. És igazából 2-3 hét múlva ez megint máshogy fog kinézni, mivel némelyik játékosoknak az erőléti állapota jobb lesz, és akkor megint lehet. Szemben, Tomás Doll szemben, milyen meglepetéssel értem ez alatt, hogy a második félidőben a beadásokat erőltette a Győr leginkább, ez nagyon sokszor sikeres volt, és hallottam félszóval Gera Zoltán kispadra kiszólt mondatát, hogy kevesebb viszont elől. Ja, die haben gut gearbeitet, Dani Böde und Zoltán Gera. Und das ist ganz normal, dass man dann noch mal frische Leute reinbringt. Das Problem war heute, wir haben in der zweiten Halbzeit keinen Zugriff mehr bekommen auf die einzelnen Spieler, waren passiv und dadurch hat Gera viele Torchancen gehabt. Igazából a két fiú nagyon jól játszott, a Dani Böde, illetve a Gera Zoli. A második fél időben viszont kicseréltük őket, és igazából passzívan vált a játékunk, nem tudtuk már őket elérni, és ezáltal a Győrnek sokkal több lehetősége adódott a második fél időben.